Aran, drága követőim és rajongóim, hát mit csináljak vele? Szanyika, föl kéne kelned. Ennyi. Ennyit. Szanyika, mondom, föl kéne... Na? Föl kellsz követőnek, rajongónak? Ide bebublizod magad, érted? És nem vagy hajlandó. Mindenki kint van, kint kéne itt labdáznod, gyerekprogramokat csinálni, és te meg el vagy itten a majom. Ja, hát Sanyika, gyereket? Hát aranykövető, hát ez a bunyós Sanyi lehet. Kézzeld, de magyarázzál már, nézzek egy dokumentumfilmet a Földön kívüliekről. Erik von Däniken. Figyelj, bunyós Sanyi lett. Figyelj, úgy neki ment egy kis ilyen fehér bolognéznek. Figyelj. Fű, aztán frászka pog. Valami szlovákok voltak, vagy mit tudom, nem tudom, hát szóval ilyen hülye nyelven beszéltek. És mondom, pardon, excusez-moi, pardon. Pardon, mondta valami, jó? Mondom, taka, bunyós Sanyi. De most tényleg, Sanyi, most ezt már, tényleg most figyelj már azért a szapádra. Most azért nagyon csúnya dolog volt neki menni annak a kiskutyának. Minden ok nélkül. Nálunk otthon a házban, Franciaországban, lent Monakóban, ott is van egy ilyen kis fehér kutya, te úgy utálja, semmit nem ártott neki, érted? Ez a kis bolognéz, vagy havanyéz, tudod, ez a kis ez vékonka, ilyen kis, kis, hogy hívják, díszállat, vagy mit tudom, mi az? Várjál, nem luxus kutya, hanem házi kedve, mit tudom én, mert tudod, ez egy patkányfogó kis szemétláda. Tudod, mint a tacskó, ez meg kotorék, ez meg patkányfogó. Azért volt Velszbe, ugye, kellett volna, ne, tényleg, el is kezdem, hogy majd amit megfogsz, patkányt az a vacsorád. Majom gyerek. Jaj, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, tényleg nem tudok ennyit válaszolni, mondjuk így duplán kattingatok, mint az Alfa Romeo bajzét, a csomagtartót. Úgyhogy nagyon cukik voltatok, valahogy csak vadidegenek köszöntetek. A legjobb barátaim, Zituka, Zsodzsika, nem tesz senki annyit sem mondod, hogy rohagy meg, cillanap van, semmi. Úgyhogy tök jó, mert azért örülök, mert velük minden nap beszélek velük, tehát itt nincs sértődés, de mondjuk ilyenkor elkezdek puposzkodni, tehát ma már így veszem, Niki se hívott, vagy Gabika se, senki. Ilyenkor már így veszem fel a telefont, majd tudod, igen? Parancsolj, szia! Anyámmal is beszéltem telefonon, egy szóval nem mondta, mondjuk van a Facebookon, Anna Maria azért, az profi, az küldözgeti a virágot, de hát mikor beszéltem a telefonon, adta az ukázt, mit csinálunk, hogy lesz anyár, mikor utazunk, mit, erre, az, te idehozod, az hozzá, a kocsit, le, minden van, mész Párizsba föl, nyitod, költöztetőd, de az, hogy jaj, egyébként boldog névnapot, Ciluka, az nem volt. Úgyhogy, tudod, milyen jó ilyenkor, hogy én is elfelejtem ezt a hülyet. Úgyhogy ez a jó egyébként, ami hogy elfelejtik, hogy majd te is simán elfelejtetted, egy szó, a szavuk nem lehet, tudod. Akkor mondhatod, elfelejtettem, hát ne haragudjál már, hát ha valaki, majd én fogok megszértődni. Úgyhogy tényleg, rajtok kívül mindenki óriási köszöntésben volt, nagyon cukik vagytok. Most tényleg csak az ajándékokat kéne küldenetek mindenkinek. Hát figyelj ide, mit mondjak neked, ez véget? Hát tudod, nagyon szeretem a ékszereket, a gyémántokat, a bundákat, érted, a kocsit, hát mi ilyenekbe gondolkodjál, érted? Ne felejtsd el, nagymama mindig azt mondta, egy nő annyit ér, amennyit költenek rá. Örök mondás, érted? És nem dubajozástól beszélek, hanem tudod, amikor a férjed veszi, érted, ilyen ékszer, olyan, anyukám befektet, tudod, az családon belül marad. Úgyhogy egy nő annyit, ne szuszogjál már majom. Figyelj, nézzek horkon. Hallod, követ, nézd meg, mi ez. Az meg valami zsebkendő van itt, vagy hello, az. Várjál, itt nézzek. Igen. Jó van. Csanyász. Hallod, mit akartam neked mondani? Ja, képzeld, hogy mi megírtak aranykövető rajongó, mert fogalmam se volt ott, hogy mi az a, mikor mondják, hogy magyarul tudod, hogy áll, mint Katiban a gyerek. Hát én nyilván arra gondoltam, érted, hogy van a Kati, a nő, és a gyerek így áll benne, mint érted így, érted úgy rendesen. Hát inkább nem, képzeld el, hogy régen a Kati az ilyen járóka lehetett, tudod, amiben így beállították a gyereket mozdulni. Szóval egy ilyen kalodába tették az apróságot, érted, milyen jó nevelés volt. Jó van, Zsótika, kussolsz, belöklek a Katiba, azt állsz benne mozdulatlanul, így figyelj, óriás, hogy kinézem, ugye kirakok egy képet, mert megőrülsz, megvadulsz. Sanyi, helyé föl, mert az anyád úristen, itt Katiba raklak, te.
Addig ki vagy te gyerekként? Hát Katiba leszel rakva. Sanyi, Katiba raklak. Hú, de tetszik most ezek. Hallod, mindenre ez lesz az új mondásom, hogy Katiba raklak. Tényleg ezzel kezdve. Jó van, megvan az új szlogen. Katiba raklak, majom gyerek. Anyukám, nagy a gond. Hát most nézem, olyan kopaszodásban vagyok, Jézus, úgy fogok kinézni, mint a Brezhnev. Nem, inkább, mint a Gorbacsov, csak ez a folt nincs a fejem. Hát figyelj, mert most azt mondják, van egy nagyon jó kis cucc. Na jó, figyelj, ez. Állítólag ez a legjobb, ennek van szamponja. Anyukám, annyi minden van arra a kevés hajra, hogy te ezt el nem tudod képzelni. Hajalig van viszont Produi az édesem marok számra. Most figyelj, általában úgy kell. Pipettás, csak már elfogyott, rohadjon meg. Pipettás, várjál, még így. Szívjad már föl, dik. Így, de ez, és hallod, így bepirosodik a fej. Igazából jól, hogy stimulálja, mert most tényleg valaki stimulálja a fejbőr, legalább a fejbőrömet. És akkor jó, be kell vakarni, várjál, megmutatom ennek a szamponját. Várjál, azt is mind, jövök, nyugodjál meg. Anyád bezuhanta. Nézd meg! Ilyen a szamponja. Tényleg, ha a kanit kopaszodik, vagy rúgjál rá egyet. Hallod? Tényleg a csávoknak ez a legnagyobb félelem. És egyébként tudod mi van, hogyha nincs hajad, anyukám, plusz 15, érted? Úrva élet, hát mindegy, lehet, hogy majd itt be kell ültetni, mert majd fölhívom a hajbeültetést, hát tudom, mert azon túl vagyok. Ez a legjobb állítólag. És hallod, már így lángol a fejbőröm, és na mindegy, ez Davines állít, na az a, jó, Davines, jelentsen ez bármit. A kereszteznek is van valamilyen, tudod, azt nem tudom, figyelj, minden van itt. Száraz szampon az előkelő márkából, For Reason, tehát hogy ugye For Reason, négy ok. Ez is valami csoda. Van az. Mi van még kész, szállj anyukám, elfogytunk. Van ilyen keresztez, van külön férfiaknak való. Figyelj, megőrülsz, megvadul. Van a sauma, júj, azt is imádom, az a legolcsóbb, de az úrva jó. Figyelj, Mária Nila, ez valami svéd, azt mondja. Ja igen, itt van, produce in Sweden. Hát tudja, Nila Marina, vagy Nila Marika, ugye úgy hívják a kis nő, csak svédül ugye előkelőbben mondja. Azt mondja, ez is a Nila Marika. Érted? Ez, figyelj, van ilyen hajgenyó, ilyen, ez is keresztéz. Il y a tout, tu ne peux pas imaginer, mais il y a tout, pour les cheveux. Alors, attends, regarde ça. Jó, de minden megmutat, ez nem tudom mi. Minden, figyelj, minden van hajra, egy percig ne idegeskedj, most jön viszont a ofám. Öreg Cilla, öreg beauty. Úgyhogy már csak a kék, figyelj, ez, ennek jó a színe, ezért csipa, nézzek, hogy néz ki. Tudod, ezt is nagyon csipáljuk, ezt föllököm, figyelj, elegáns mozdulatokkal, általában azt mondják, hogy így ütögetni kell, hát de tudod, ki ütögesse a Cillát, hát tényleg ki vagy te, most ütögetni. Így be, ez a szérum, édesem. Gyönyörűen meghúzott fölfelé, tudod, hogy ez itt eltűnjön, tudod, az izébe, jaj, de imádom, vasmacska kölykeibe. Inga, így ütögeti a milliómos nő, Inga, ne tömje a kutyát, csak helyezze szépen a nyelvére. Maguknál Svédországban nincsenek kutyák. Imádom, Svédországban nincsenek kutyák, óriási. Na, ez megvan, még lökök föl mondjuk valami ebből, ugye nem ez is szérum. Akkor fényvédőből. Jó édesem, akkor már csak ez a jó kis citromos illatú, ez a, mi az Isten ez? Origin, elhagytam a napszemüvegemet, rendes szemüvegemet idzsikonáltam. Szigorúan spatulával, nem nyúlunk a krémbe, nem nyúlsz bele. Spatulával veszed ki, teszed a kis pofádra, aranykövetőm, rajongom. Érted? Hát gondolom téged is gyerekkorodban a 80-as években asztal körül kergettek, hogyha a fabulomba érted, kézzel belenyúlt. Az anyád úristen, így Zsoltika! Nem nyúlunk bele a krémbe! Hát gondolom így voltál ezen.
löki föl, keni, ja Istenem, mindent magunkra kenünk, de nézd meg, milyen jó az erőm. Most vagy az van, hogy dagadt vagyok, mégis ki van telve a fejem, hát vagy működik a termék, tudj. Ja, hát egy ilyen kigyúrt kanyanyukám lesert és ezt a cilát. Jó van, édes arany, követőm, rajongom, fixáljuk a haja. Ja, hát akkor mondom, és akkor így odaírja, érted, tudod, ahol, hogy táncizom abban a rózsaszín pólóban, azt mondja, odaírja a nagy Kani, hogy a sertésjelmez úgy látom azért nem sikerült ledobni. Ki mondom, rá is toltam egyet. Te mondom, Dik, rád verjek egyet? Tényleg, rád rúgjak kettőt? Szóval megnéztem a képeit, akkora, mint egy ház. Istenem, csak nehogy, tudod, összefussak vele valahogy, és komolyan verje, és oda jön hozzám. Tudod, így belém áll egy fejjel nagyobb. Na, akkor most rám versz, mert akkor aztán hű, szorul a cila, akkor nagyon-nagyon fogok szikitolni a benzinkúton, vagy valahol. Azonnal hagyom békén, fiatal ember, ki maga? Na jó, van, megyek futni, érted? Megöltöztem előkelőbe, cicagatyás, nézd a cilának, küllök jók, úgyhogy taka futni. Jó van, anyukám, elindultunk tornára, kész. Nincs megállás, anyukám, Pride ide vagy oda. Jaj, azt akartam mondani, jaj, hogy vannak ilyen ikonikus, hogy megfulladok, ennél vastagabb nem volt, nem? Amit fölvegyek, én majom hülye. Hány fel? 25, ez mondjuk jó. Figyelj, hogy azt akartam mondani neked, hogy ilyen ikonikus nagy meleg filmek, amik anyukám a ratyimatyik meghalnak érte. Például ilyen a Vasmacska kölykei, természetesen Goldie Hawnnal. Ilyen például a Jól áll neki de halál, az is Goldie Hawn, és tudod, a szülinapos, most volt a szülinapja, Meryl Streep. És a legnagyobb kedvenc, az pedig az Elvált nők klubja. Figyelj, ezért anyukám minden ragykom-magykom meghal, megőrül, megvadul, mert olyan dumák van. Ja, és szigorúan magyar szinkronnal kell nézni, mert zseniális a szinkron. Csak szólok. Úgyhogy ez a film ajánló majom.